Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hun, a mai videóban pedig LEGO Star Wars-ozni fogunk, hiszen tovább megyünk ezzel a legújabb Trading Card Collection Series 2 LEGO Star Wars albummal, pakoljuk bele a kártyákat, hiszen van itt egy bontatlan blister doboz, teljesen hibátlan, megvan benne mind a 25 pak, ami garantálva van, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, remélem sikerül majd jókat nyitni. 295 forint egy tasak, nagyon jó a dizájnja, még így megtartani és a doboz kirakni is szerintem tökéletes. Blue Ocean adja ki, Disney-vel közösen, ugye ez az új második kiadása már a LEGO Star Wars-os dolognak, volt egy starter pack opening is korábban, be is raktam már azóta a kártyákat, úgyhogy tök jók idén. Jobb felsőben meg is nézhetitek, ha érdekel Starter Pack. Most viszont nem az albummal foglalkozunk, hanem ezzel a rengeteg csomaggal, ami itt van előttem. Megpróbálom óvatosan így kinyitni, hogy ne tegyek kárt a dobozban, mert amúgy nagyon tetszik. Lehet, hogy elrakom. Fólia lejött róla, nem kell nekünk. Nézzük meg, itt van perforáció, ezt ki lehet húzni. Új, de jól néz ki, és valahogy így be is lehet szerintem mögéjük illeszteni, mint ahogy ugye egy újságárusnál is, vagy egy Tesco-ba bárhol van. Eszméletlen jól néz ki, hát telepakukkal meg még jobban, ugye? Tudjuk jól, nézzük is meg, szedjük ki, én azt mondom, valami kis borítóképet mindenképpen szeretnék erről készíteni, így. Új, de jó, és mennyi arc, figura, karakter van itt rajta. Nagyon tetszik, hogy nem ugyanolyanak a pakkok. Apróság, de feldobják a széria minőségét. Na, valahogy így elrendezem. És akkor a bontatlan pakkokról lövök egy clickbaites kis képet. Még az albumot is ide húzhatjuk, mert miért ne? Így. Köszi srácok a türelmet, most pedig bontsuk is ki. Én azt mondom, 25 csomag, 295 ér egy darab, azért ez nem olcsó, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Nézzük meg az esélyeket, 5 kártya van egy csomagban, ez már itt tiszta sor, angolul van rajta minden info, 75 sima karakter, 28 foil, ez a sima csillogós, All Star, az már egy komolyabb, komik, vehicle és puzzle, ugye lesz ilyen puzzle a végén, az is tök hangulatos, plusz a speciális kártyák, úgyhogy ultra duel 5 pakkonként vannak itt azért jók, összesen 202 kártya, plusz a limitedek azért írja a 209-et. Maradhat itt az album, ezt föltonom ide, ott látjátok, hogy mennyi van még, és óvatosan megpróbálom kinyitni. Azért rendesen össze van itt rakva. Nézzük is. A legkomolyabb kártya egy Ultra Duel Darth Maul ezzel a fura olajfolyásos csillogással. Csillogósok mennek ide, simák meg ide. Na, Grievous tábornok. Van itt egy Chewbacca, tehát ezért mondom, hogy nem feltétlen a legújabb filmből épít ez a széria. Minden van benne tényleg. Teljesen vegyesen, de az új karakterek is benne vannak, aki nem tudná. Na, van egy ilyen Walker robotunk, ez egy jármű típus, ez is csak Slave 1-es. Oké, megyünk tovább ezzel a droidos pakkal. R2D2 is 3-3PO. Na, ez ilyen egy puzzle kártya. Nagyon királyul néz ki, megint csak puzzle, ezeket a simához rakom, tényleg csak csillogósokat szeretnék oda balra, attól függetlenül tök király egyedi lapok. Darth Vader, Evil kártya, aztán egy Blox, vagy Bix, Dark Lighter, hát egyik pilóta, ugye? Ú, ez meg nagyon jól néz ki, Snow Trooper, de jó, nagyon király. Játszani is lehet, tök jó pontszámok vannak, szépen az el van osztva, szépen kategorizálva van, hogy ki hogy mennyit, például egy ilyen sima lappal is meg lehet verni a Snowtroopert, ha jót választunk, jó értékeket.
Oké, következő. Megint csak egy puzzle-nek az egyik darabja, másik oldalán is van amúgy, ez már tényleg ott teljes mértékben egy ilyen LEGO építmény lesz kirakva. Megint csak LEGO építmény, nagyon király amúgy, tök jó. Nekem nagyon tetszik ez a puzzle rész, Boba Fett, majd egy Rowan és a droidja, illetve megint csak egy ilyen Boba Fett, de ez már egy csillogós kiadás, elég jól néz ki. Haladunk tovább, szépen. Nézzük merre, hogyan állunk. Talán a csillogós lesz legelől, így van. Ú, micsoda clickbaites kártya, de nagyon király. Ettől függetlenül 100-100-100. Te jó ég, Supreme, Kancellár, Palpatine és Emperor Palpatine egybe. Úristen, micsoda lap. Megint csak Palpatine, ez csak a sima Emperor. Innen is látszik, hogy mennyire szét van boostolva tulajdonképpen. Oké. Okay. Aztán ez egy Savage Opus. Egy jármű. Landing Craft. Illetve egy Stormtrooper Squad kártya. Nagyon jól néz ki ez is. Szövegek rajta angol. Ez egyértelmű, de az album... az magyar, meg egy kis leírás füzetecske is hozzá. Nézzük a következőt. Mi lesz ebbe? Egy Kylo Ren. Ez is egy különleges, Mighty kiadásos lap. Obi-Wan Kenobi. Kylo Ren megint, csak sima verzióban. Illetve egy Millennium Falcon. Tök jó adatok vannak rajta. Hány blokkból áll? Lego Shooter, Crew, ugye, hogy hányan lehetnek. Fedélzeten ez pedig egy ilyen havas robot. Képregényes kártya, ugye, típusát tekintve. Oké, okay. Ez pedig egy Savage Opus, megint csak. Néztem közben, hogy hát olyan van valami izgi. Állatkák is vannak itt. Han Solónk is van, ez fiatal, ráadásul ezért mondom, hogy az új filmekből is építkezik a sorozat. Nagyon király, ez is csak ilyen komikos, ugye, képregényes változatú lap. Itt alul találjátok a számozást, nagyon pici, el van rejtve, de az alapján lehet szépen albumba rendezni. Nézzük is, mi lesz itt az első különleges. Oj, de komoly, Obi-Wan Kenobi. Nagyon király. Fiatalabb. Nem pont, hogy öregebb. Csak összekuszálódik a nyelvem, tehát öregebb kiadásban. All-Star Freemakers. Majd utána Finn és Captain Phasma. A két ellenség. Aztán utána No Escape. Hát, egyértelmű. Majd utána egy wrong seat. Rossz helyre ült a figura. Na, azért már vannak lapjaink. Csomagból is még van jó pár. Úgy néz ki, egy különleges. Az garantálva van minden csomagban. Ez megint csak egy Boba Fett, ő már megvan. BB-8. Majd utána Lando Calrissian. Fiatalabb kiadásban talán nem egyértelmű. Majd utána a puzzle. És megint egy ilyen All-Star kártyalap. Remélem már a végén nem sok fog hiányozni, és akkor tudok majd bemutatót készíteni nektek. Az egész nagy Snowtrooper, ez is megvolt. X-Wing Pilot, név nélküli harcos. Freemaker, megint csak. Aztán egy Jedi Starfighter, talán a sárga az Anakiné volt, ha jól emlékszem. És egy ilyen hút, nagyon elfolyós képe a csávónak. Oké, okay, nézzük tovább. A különleges lap, oly, de komoly ultra dueles Yoda kártya, nagyon szép és elég durva pontszámokkal. Képes megverni, ugye a százas Palpatine-t is egy-két pontszámban.
Sand Trooper, hát ez sima lenne, csak ugye összekoszolódott, de azért egy-két fegyvere meg ilyen repülőtáskája van, attól különlegesebb. Ahsoka Tano, majd utána Surprise Package, hát ezek ilyen Strange Fruit, ez ilyen nem mond sokat, tehát így karakterként nem lehet használni a játékba. Van egy kis szöveg, azon el lehet szórakozni, illetve az album gyűjteményét képzi. Ugyanúgy, mint a puzzle kártya, ezekkel se tudunk tulajdonképpen mit csinálni. Nézzük inkább a különlegest, meg a Obi-Wan Kenobi, megvan. Aztán Finn és Rey, még pisztollyal, aztán Darth Maul, és egy polis droid. Nézzük a következő pakkot. Különleges. Ez egy sima, vagy mint hogy mega, de hogy az előző Yodához képest csak egy sima verziós. Megint csak Yoda, Master Yoda, fókusz típusú lap. Aztán Barriss. Speeder Problems. Ugye valami gond van a járgánnyal, a futóval. Vagy siklóval. Attól függ, melyikről van szó. Menjünk is tovább. A különleges egy mega típusú Rey kártya. Úgy néz ki, hogy akkor több karakterből is ugye más-más típusok érhetőek el. Egy Jango Fett, egy R2-D2, majd utána egy Prepare for Lift Off, majd egy, megint csak egy ilyen komikus jelenet. Érdekes, érdekes, képregényes megvalósítások. Nézzük a következőt, mi van itt nekünk. Darth Sidious Ultra Duel kártyája, nem semmi, nagyon jól néz ki. Lando Calrissian, egy idén Verizon, egyik tábornok, vagy pilóta, ha jól tudom. Minden esetre az ellenállás gonoszok tagja. Darth Vaders, Tiny Fighters, mini űrhajója, érdekes. BB Great, oké. Van még nekünk jó pár pakkunk, most már így szétterítem, hiszen egyre kevesebb. Ez egy Stormtrooperes csomag. Ha pedig nem tudnátok, akkor van egy kis nyereményjáték, közben egy Stormtrooper Squad Leader-ös lap. Tehát van egy nyereményjáték, ahol multipakkot tudtok nyerni. Közben mutatom, hogy miket nyitok. Itt jobb felsőben megtaláltok a videót, semmi extra, lájkolni kell a Facebook oldalt, Instagramot, és feliratkozni a Trading Cards Hun YouTube csatorna. Luke Skywalker, nagyon fiatal kiadásban, még kék volt a kardja is. R2-D2 megint csak sokkolva van éppen. Aztán egy Lena Freemaker, Bad Feeling, és egy Droid Gunship. Szóval érdemes jelentkezni, mert vannak jó nyereményjátékok, köztük egy multipak. Puzzle? Puzzle? Megint csak? Master and a tanítvány, de komoly, Obi-Wan és Anakin, ez még a második részből volt, ott voltak a legnagyobb ilyen tanítvány-mester kapcsolatban, esetleg a harmadikból is lehet. Nagyon király. De ott már hosszabb volt a haja Anakinak. Poe Dameron, igen. Bódameron, Poé, de hülye vagyok. Oké, ez pedig egy sima droid. Szóra se érdemes. Jó, de komoly, van a Grievous tábornokból is. Csillogós verzió. Nagyon jól néz ki. Squad Agent, Inferno, Stormtrooper, sima. Klasszikus tulajdonképpen. Majd utána egy ellenséges hajó, és egy Chewie joke. Éppen viccet mesél Chewie. Nézzük, mik vannak még. Kylo Ren, nagyon komoly. Gonoszlapja Rey, Kylo Ren, talán ez a havas csatát akarja szimbolizálni. Az erdővel, meg ott van egy kis havas rész. Reboiled. Megint csak egy ilyen
mindenféle viccet meg történetet elmesélő rossz színész. Na mindegy, érdekesek ezek a lapok. Aztán húzzunk bele itt a bontásba, mert elhúzódik teljesen a videó. Próbálom felgyorsítani a tempót is. Anakin Skywalker, na ez van a harmadik részből. Na ez már elég király azért. Hosszú hajjal meg pilótás. Ilyen beszélővel. Supremes, Leader, Snoke. Igen. Milyen pici, de a valóságban nagyobb. Transport Pilot. Freezing. És úgy de jól néz ki. Mint egy Lego set lenne. Nagyon életű lett ez a kép. A havas siklókkal. Oké. Okay. Darth Vader, Mighty. Csillogós típus. Aztán van itt nekünk mindenféle. Starfighterünk. Megyünk tovább, bontogatjuk. Ahogy bírom. A csillogós, az pedig egy Dooku gróf. De király, még ez is benne van. BB-8 már megvolt, Grievous megvolt. Egy hajó, AT-Huler. Illetve egy puzzle kép. Oké, van egy, de jó. 3PO. Ugyanúgy néz ki egy az egybe. Szittek, Kylo Ren, hát ő is szitt. Vagy hát nem is tudom, talán. Annak készült. Aztán egy Arving, Ewing, Starfighter. Majd utána egy Lego puzzle darab. De nem, ez a puzzle, ez kirakódik, mert erre nagyon kíváncsiak, hogy amúgy hogy néz ki. Luke Skywalker, na ez már azért durva. Ultra Duel, zöld karddal, ez talán már a hatodik részből van. Clone Trooper, Criminal Underworld, és kettő ilyen kis komikos kép. Az utolsó csomag pedig, nézzük mi lesz benne, a különleges, ez már megvan, hát ennek nem örülök. Captain Phasma, aztán utána 3PO, és kettő darab ilyen sztoris kártya, úgyhogy azért így is elég durva lett. Teljesen meg vagyok elégedve, rengeteg simalap, amit mennek szépen az albumba, és csomó csillogós, különleges, elég komolyak is vannak közte, nagyon szépek. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, tehát ez van egy ilyen 25 pakkos dobozban, erre kell számítani, meg persze rengeteg szemétre, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan jövök még mindenféle kártyákkal, matricákkal, addig is iratkozzatok fel, sziasztok!